Több mint 40 év után találkozott újra az 1963-ban alakult Arabona Művészeti Együttes, amely a 60-as-70-es években meghatározó szereplője volt a győri amatőr művészéletnek. Az Arabona azért tudott sikeres lenni, mert időben ismerte fel, hogy az akkor népszerű oratórikus előadások helyett közönségszórakoztató produkciókra van szükség. A korszellem már akkor a 70-es években megkövetelte, hogy a közönséget ki kell szolgálni. És a közönség kiszolgálásához feltétlenül szükséges volt az, hogy zenés, népszerű, akár vidám, alulértékelt darabokat is magas színvonalon adjanak elő. Az Arabona ezt megvalósította, és ezt a nemzetközi közvélemény értékelte, akkor meg kell mondjam magának 73-75 körül, Magyarország még nem. A siker nem is maradt el, népszerűvé váltak a zenés előadások, de a legnagyobb siker egyértelműen az 1977-es monakói Amatőr Színházak Fesztiválja volt, ahová első magyar társulatként hívták meg az együttest. Ez majdnem egy Oscar-díj, mert a világ legjobb 20 amatőr színházát vitték Monakóba, tehát nem úgy van, hogy jelentkezem, ez meghívás. És ráadásul mi nyitottuk a fesztivált az Operaházban, ami 15 perces álló vastaps a 710 fős operaház férőhelyén, mert ugye ott is azért a protokoll működik. A Grace Kelly nem volt ott, tehát a herceg nem jöhetett el, az Anett jött el a testvére, de aki ott volt akkor nagy világhírű személyiség, az ott volt az operában. Nem csoda, hogy ez az élmény sorsfordító volt sokak életében. Borbé Sándor például ekkor döntötte el, hogy színésznek áll. Döbbenetes volt szakmai értelemben is, és emberileg is. Tehát egy olyan élményt éltem át, ami meghatározó a pályámon. Először is az, hogy egy visszajelzést kaptam arról, hogy amit csinálunk, nem én, hanem mindannyian, az talán jó, és talán érdemes megpróbálni a főiskolát. A másik pedig az, hogy szembesülni egy olyan helyzettel, egy olyan állapottal, nem, direkt nem mondok országot, ami nekem revelatív volt. Tehát egy ilyen leginkább sok hatásnak éltem meg. Persze sokakat másfelé sodort az élet. Vanyus Attilát például a legtöbben a női kézilabda csapat körül elvégzett munkájáról ismerik, de mint ahogy ő mondta, a sport előtt volt már egy előző élete is. Gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem a verseket, aztán indultam országos szavalóversenyeken, éppen most is adott a Benkő Jóska egy emléklapot, ami valahogy nála maradt még, amit én kaptam. És hát ez alapján aztán így kapcsolódtam be, hogy aztán hogy ki által jutottam oda, vagy hogyan, azt már nem tudom, de egy jó 10 évet ott töltöttem el. Felmerült a kérdés, hogy mi tartja össze még ma is ezt a csapatot. A több véleményben egy közös pont volt, a rendező Benkő József neve. Mindig az volt a lényeg, de egy olyan társaság volt, hogy nagyon jó műsorokat csináltunk, összekaptuk magunkat a műsorokra, mindig kiadtuk magunkat. A Benkő az mindig megkövetelte magunk tőlünk azokat, az, hogy teljes odaadással és teljes erővel a műsorra kellett koncentrálni. És ez meghozta a gyümölcsét, mert nagyon jó műsorokat csináltunk. Az emblematikus együttesnek még saját indulója is volt, ez is felcsendült a nagy találkozáson. Szó után szó, játékos szó. Kigúnyolunk embereket, és ha ezen nevetsz nagyon, komédiás az élet.